Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámmal. A mai nap folyamán egy PS4-es játékot fogok kibontani, ami most nemrég jelent meg. Ez nem más, mint a Hogwarts Legacy, ami engem nagyon érdekelt, és láttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon veszik PS4-re is, így gondoltam, hogy szerzek magamnak belőle, mert engem is érdekel a Hogwarts Legacy. Ez úgy volt, hogy az először Xbox Series X-re és PS5-re jelent meg maga a játék, és akkor később jelent meg a PS4-es és az Xbox One-os verzió. Nekem végre van egy PS4-es verzióm, ami, mint látjátok, Hogwarts Legacy. Azt mondják, hogy nagyon jó játék, én fel fogom tenni Slimre, és a PS4-es csatornámon fogok streamelni. Belőle fogom, meg fogom nézni, mert nagyon érdekel maga a játék. Viszont ide az Unboxing csatornámra egy unboxing keretein belül megnézzük, hogy mit tartalmaz maga a játék. És pár, itt van egy ilyen érdekesség, hogy nézem, hogy van Includes Onyx Hippogriff, meg Felix Felicis Potion Recipe. Ez nem tudom, hogy micsoda, de ezt már meg fogjuk nézni. De nagyon örülök neki, hogy megvan nekem is ez a PS4-es változat, hiszen elég sokan rendelték elő, úgyhogy nekem is megvan. Na nézzük akkor meg, kibontom magát, kibontom a lemezt. Jó. Szépen lehúzom róla a fóliáját. Na, és akkor megnézzük, hogy mit mutat, hogy mit ad a játék. Viszont egy játékos, az rá van írva, Network Features, ez nem tartalmaz pluszt, 45 GB minimumot kér a játék, DualShock 4 ez megvan, Remote Play ez a PS Vita, és PS4 Pro-n lehet használni magát a játékot. Itt vannak rajta ez a PEGI, hogy itt a Warner Bros., a Wizarding World, az Unreal Engine, a Portkey Games, ők csinálták magát a játékot. Ez a Life Underwritten, mondjuk én angolul annyira nem tudok, de viszont erre nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra, hiszen ma említettem volt, hogy nagyon sokan, ahol vettem én is, nagyon sokan kérték PS4-re, és hál' Istennek, hogy megjelent, és dobozos változatban, úgyhogy én most ezt szépen ki fogom nyitni, és megnézzük, hogy belül mit tartalmaz. Nos, hát akkor itt van maga a játék, itt van a hátulja, itt van minden olyan dolog róla, ami szükséges. Ezt a játékot az Avalanche fejlesztette, és a Warner Bros. Adta ki, ugyanúgy, mint a PS5-ös verziót, viszont ha kinyitjuk, itt van maga a lemez, és itt vannak különböző papírok hozzá. Itt van egy ilyen papír, valamit le lehet írni, francia, az egyik francia, a másik valami Link Your Harry Potter Fan Club, stb. Én annyira angolul nem tudok, de viszont aki PS4-re megveszi, ez a papír, ez benne van. Itt van egy kód, gondolom ezt a kódot ezt be lehet váltani a PS Store-ban, ez az Onyx Hippogriff Mount, meg a Felix Felicis Potion Recipe, ennek itt van a kódja, én nem fogom beállítani, úgyhogy mindenfajta nyelven le van írva. Amúgy sajnálom a magyar nyelvet, hogy nem kerül bele magyar nyelv. Itt is van megint egy kód. Ez a Haunted Hogsmeade Shop Quest. Ezt is gondolom meg kell venni, és viszont itt van maga egy ilyen, most ez nem tudom, könyv, vagy ilyen borító akar lenni. Nagyon jól néz ki. Aha, ez ilyen borító. Nem, ez egy könyv. Itt vannak bizonyos írások benne. De úgy érzem ezt a jó boríték illatot, amikor kijön innen a hogy full új a lemez, úgyhogy én ezeket én visszapakolom, és akkor szerintem meg fogjuk nézni a PS4-es csatornámon, hogy milyen maga a játék, egy első benyomás, lehet, hogy bénázni fogok, hát akkor bénázni fogok.
Megnézzük, hogy milyen maga PlayStation 4-en a Hogwarts Legacy. Hál' Istennek én is boldog tulajdonosa vagyok. Úgyhogy itt van az én példányom PS4-re, és büszke vagyok arra, hogy erről nekem is megvan. Mert nagyon jókat hallottam róla. Úgyhogy én gyuruka voltam, ez volt a Hogwarts Legacy kibontása, és majd jön a stream belőle a PS4-es csatornámra. Úgyhogy köszönöm szépen a megtekintést. Sziasztok!